Ha a legmegbízhatóbb oldalt keresed coin vásárlás szempontjából, akkor látogass meg a Foodparkot és használd a Rekál kuponkódot további kedvezményekért. Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit a következő draftos videóban. Ilyen még nem volt a csatornán, ugyanis a mai nap a, hát még nem tudom pontosan a cím az mi lesz, de legsármosabb, legjóképűbb draft volt amúgy ilyen a komment szekcióban. Nem ezt kapta a legtöbb lájkot, de láttam ilyet a komment szekcióban valamilyen formában. Úgyhogy ez a kihívás lesz a mai lényeg. Pofon egyszerű, az én drága párom itt fog ülni mellettem, és az ő hangját fogjátok hallani a draft választás alatt, mert hát mégiscsak egy hölgy jobban meg tudja mondani, hogy melyik ember az öt közül a jobban kinézőbb, sármosabb, helyesebb, jóképűbb, ugye? Úgyhogy nem éreztem volna azt, hogy ezt nekem kéne meg eldöntenem és megválasztanom, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ez szerintem így a leghitelesebb talán. Úgyhogy ez az a challenge-nek a lényege. És a mai videó mögé is, kacok, Beata Parfüm Shop nevezetű cég is, kaptam tőlük egy ilyen fantasztikusan minőségi kis szettet, ezt is meg tudjátok vásárolni, leteszem a leírásban mindenféleképpen a linket, és a kuponkódot valahol itt látni fogjátok, ezzel 20%-kal olcsóbban tudtok majd vásárolni, ajándéknak sem utolsó, főleg így, hogy ugye érkezik a karácsony, meg az ünnepek, látogassátok meg, hogyha érdekel, és a Parfüm Shopnak ilyen is köszönöm szépen, hogy ez mögé, a tematikus videó mögé álltak. Nos, kacok, tokennel játszunk, mert valahol még kaptam egy tokent még utoljára, szóval ez még így kipikkelem nektek. Szokásos 4-3-3 támadós verzió, és akkor innentől kezdve átpasszolom a mikrofont, és akkor meglátjuk, hogy a leghelyesebb draft, a leghelyesebb emberekből álló draftot miként sikerül összerakni. Egyet kell választanom. Ha egyet nagyon kellene választanom, akkor a Benzema. Igen? Igen. Okay. Jó legyen. Következő. Na? Hát a Messi. Igen? Igen. Lionel! Eddig nagyon jó. Az elsőt az a baj, hogy ezt nem látom annyira. Hát hú, hát a harmadik az nekem nagyon... Werner. Az utolsó. Nincs másik esetleg. Muszáj. Hú, hát ez a rafinált legutolsó, igen. Igen, igen. Tű, egyre jobbak jönnek. Hát... Nem lehet, hogy egyik se. hát nagyon, tényleg nagyon egyet kéne választanom. Hát akkor itt is az utolsó. Az utolsó. Hát, ja. Nem olyan szépek, mint te? Tudom, a másodiknak olyan nagyon szigorú. Az első. Nem mosolyog. Igen. Itt a harmadik. Persze. Hát... Az utolsó. Az utolsó előtti. A németeket ezeket olyan megtalálod. Hát most tehetek róla, hát... A második az biztos, nem? Szegény Peti. Az Anderson. Éde. Ja, akkor ez. Megvan a Z, kezdő. Nem olyan rossz. Még vissza van még egyszer ennyi játék. A menedzsert is az majd idős lesz. Jézusom. Az olasz. Vennék egy jó spagettit. Húha, na várjál. A Szala. A Szala jobban néz ki, mint a Hazard. Hát igen. Hm. Aki mosolyognak így a szemei. Jó, hát a mosolyog a szeme. Jaj, hát a harmadik nem mondom, kire hasonlít, mert utána elmondom. Ő lesz? Nem, az első. Draft szempontjából ez a harmadik. Igen, az lesz. Ő kedvence. Az, igen, egyből igen. Áll, egy kicsit ilyen törökös foka, nem? Hát, az első. Hát most jó, jött, bevillant. A második. Hát női szemmel talán... Más szemmel nem szemmel. Talán az utolsó előtt. Ajaj. Szerelem. A német. Német? A német.
Nem tudom, valamelyre német. Lehet az ott. Az utolsó. Utas előtti. Igen. Most már előtti kártya. Nehéz a választásod. A Fernand. És akkor egy utolsó menedzser, szerelmem. Ezek nagyon öregek lesznek készítő. A második. Most ránézel erre a csapatot, szerelmem, akkor azt érzed, hogy jó képűek főhazapnak. Igen. Igen. Hát volt, amikor nehezen tudtam választani, de így úgy gondolom, hogy ha ebből a csoportból valakinek női szemmel kéne választania, hát lehet, hogy nagyon nem tudna, hogyha egyet kéne kiválasztani. Ha egyet kéne kiválasztani, melyik néz fel legjobban az összes között? Hú. Ja. Igen? Igen. Akkor az Köszönöm, szerelmem. Igen, kicsi. Nos, kacok. Hát akkor a legsármosabb úriember a Lassensio lett. Női szemmel, mint olyan. És hát ez a keret. Hát figyelj, fogalmam sincs, hogy ebből mit lehet kihozni. Őszintén ezt útközben nem is nagyon gondolkoztam rajta. Lehet, hogy nem találjuk meg a megfelelőt. Nyilván ez a Werner Havertz vonal is amúgy tökre mehetne. És hogy bejöttetek ide a Mancuillo-t, akkor ide jöhet akár a Salah, mert ugye volt egy nagyon helyes Salahnk. Meg akkor ide végig is akkor megcsinálhatnánk fordítani, és akkor lehetne egy Werner Havertz páros, és akkor alapvetően a jobb oldala egy egész jó kis Premier League-es gárda, ez nem egy rossz dolog. Leftwingerbe tök király lenne, hogyha lenne egy brazilunk. Örültem volna, hogyha kidobja, de nincs. Úgyhogy az Insignyével. Úgyhogy sajnos az Asensio így mégsem tud kezdeni, sajnos. Tehát valahogy a legjobb verziót kell összeraknom, amit csak lehet. Hát, skacok, én úgy gondolom, hogy sokszorosan átrágva talán ez a lehető legeslegjobb gárda. Köszi szépen, Soma, a követést. Talán ez a legeslegjobb gárda itt a felhozatalból. Egyáltalán nem vészes amúgy. Nem gondoltam volna, hogy 96-os chemistrink lesz, meg tényleg azért elég sok tízes kemi is van, egy Messi a padon, egy Benzema is van a padon. Nyilván a védelem az nem a legizmosabb, itt eléggé lassukák vannak, de figyelj, Inform Rafinha sem egy nagyon-nagyon-nagyon vészes kártya. A Havertz-Werner egy tök jó kis páros, a Salah is jó, talán hetesen még az Insigne is elmegy, úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehet ez sikeres draft, bőven lehet ez sikeres draft, de hát másodpercek alatt kiderül, ugyanis megnézzük a mérkőzést, és ugye most már PS5-ön vagyunk, skacok, tehát ez az első PS5-ös Next Gen-es game, a csapatot nem fogjátok látni, mert nagyon gyorsan be fogja tölteni a játék, végig se lehet szinte nézni. Elég erős csapata van így, ahogy végigfutottam a kártyákat, úgyhogy let's go, nézzük az első és egyetlen mérkőzés, sikerül-e a challenge, sikerül-e megcsinálni. Megy a széle, az is jó lehet, a beadás, érkezik valaki, 1-0, hatalmas labda, és Ikai Gündogan, vagy Gündohan, inkább Gündohan talán, érkezik, és a 6. percben, hát a spártai Kemálnak a német verziója. Mondhatni. Egy balos kapással mindenki átszállt a labdót a beadásnál, talán az Insigne volt az, aki be tudta tekerni, és a Gündogan csodálatosan érkezett. Hát szó se róla, 1-0. Let's fucking go. Skacok, egy fontos információ, a futparkos srácoknál egy óriási giveaway van. PlayStation 4-re tudtok nyerni 2 millió zsetó lesz kisorsolva, de az Xboxosok se csüggedjenek, ugyanis aki esetleg Xboxosként nyer, ő pedig egy 3000 forint értékű feltöltőkártyát fog majd nyerni, és remélem, hogy a Lewandowski nem basz egy óriási gólt, az viszont egy jó szituáció, és fölé is lövi az öreg. Hála Isten, pedig jó csinálták az akciót. Úgyhogy a leírásba leteszem ezt a linket is, kacok, és akkor nyugodtan nevezzetek. Jajajajajajaj, a nyeremény játékra. Alexandro, egyből tovább Havertz, érkezik az Insigne. Insigne a befele csel, és a második. Lorenzo! Yes, fucking go. 16. perc, meg van a második gól, a Van Dijk nem lépett ki időben. Hát, vagy hát de igazából kilépett, csak nem volt jó blokk. Féltem tőle, hogy leblokkolja. A City gyönyörű akció, gyönyörű passzolgatás sorozat után a Lorenzo Insigne góljával megvan a második is. Nagyon fú, játékben nem becsúszni kellett volna, csak beállni a lövés elé. Meg van a második találat, 16. perc, egészen jól állunk. Egészen jönnek zsebben a mérkőzés egyelőre. Szerintem érkezik a Salah, az baj, mert a Mancuillo nem tudja megfutni. Salah, nagyon nagy akció, Salah.
A hosszú sarok, Hederszolne! A tetovált jóképű fiatalember. Oldja meg, az nagyon-nagyon rossz labda Werner. Spori, azt ott be kellett volna fújni érzésem szerint. Nem tette meg a Spori. Salah, nagy hiba. Werner. Wernerre húzzuk a kapus, sajnos nagyon rosszul tesszük, 2-1. A védelem, egy kicsit gyengébb, semmi baj. Nagyon szépen oldják meg, Salah, azt mondta, les volt Spori. Nem volt les, 2-2. Azt hittük, hogy les van, de nincs les. Salah itt is, Salah ott is, megoldja. Az egyiptomi istenségnek kezelt futballista, aki nem utolsó sorban atom helyes, ugyebár. Gündohán jó labdát kap, és sajnos elhúzza a kapust, a srác nagyon okosan. Bele is néztünk, marad a 2-2, izgalmas mérkőzés. Jó meccs, jó meccs. Nagyon jó kis mérkőzés. Nézzük a cseréket. Visszateszem a Havertzet a Gündohán helyett. Az Insigne jön támadó középás pozícióba, és sőt nem, Lionel Messi érkezik Comba, illetve a Manquillo helyett érkezik a Bruno Peres. Kicsit erősítsük meg itt a védelmet. Mindenféleképpen. Maradjon így, egy cseréink marad, az akár lehet az öreg Benzema majd, hogyha kelleni fog, meg kéne nyerni ezt a mérkőzést. A srác szépen visszajött, hogy szó se róla. Alderweireld, és megy a Werner, nagyon nagy labdát kap a Virgil mellett, Werner, a lövés, Messi érkezik és berúgja a harmadikat, szerencse gól, a kapus nagyon rossz helyre ütötte ki, avagy nagyon jó helyen volt a Lionel, rettentően amúgy durván néz ki tényleg a haja, a szakálla ezen a next genen, úgyhogy ez nyilván hatalmas pacsi, bárcsak a játék is olyan jó lenne, mint amilyen a kinézete, szerencse gól, Messi volt jókor, jó helyen, áll annak a jóistennek, 3-2, Havertz, megy a Salah, nem is volt les. Salah! És nincs meg a csel, pedig kellett volna. És kapok egy 11-est. Mit látott a Spori? Mit látott a Spori, vajon? Teljesen jogtalan 11-es, én úgy gondolom. Leo Messi, gyerünk. Messi! Messi! És leszedi valahogy a kapus! Werner! Werner! Bassza meg, pedig mekkora volt az a 11-es, te jó ég! Nagyon megnézte a kapus. Nem tudom, hogy a kapus hárított, vagy csak a kapufa volt benne. Lejárt! Lejárt! Hát vége a meccsnek, skacok! 3-2, egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, és úgy gondolom, hogy egy nagyon színvonalas mérkőzés. Nagyon ritkán látni ilyet a FIFA 21-ben, és úgy alapból a FIFA játékban. Nyilván a Messi gól nagyon-nagyon-nagyon nagy szerencse volt, hogy a kapus ugye elénk ütötte a lasztit. Attól függetlenül szerintem minden egyes gól és támadás teljes mértékben meg volt csinálva, gyönyörűen nézett ki. Elképesztő volt ez a beadás is. Az Insigne is nagyon szépen csinál, szép volt a kényszerítő. Szép volt az eltekerés. Itt a Salah is nagyon szépen csináltak, a Werner szépen át is verte ott a, talán a Ruben Diazt, az Alderweireld az élete mérkőzését játszotta. Ez is egy nagy akció volt. És hát ugye a Messi góljával is ő döntötte el itt a dolgokat ezzel a kipattanóval. És vissza is tudjuk nézni a bizonyos 11-est, ami nem is baj, mert engem nagyon-nagyon érdekel, hogy itt mi történt. Ugye nagyon jól rúgtuk, ajjan a lécről jött le az a bizonyos Panenka, pedig nagyon jól rúgtuk el. Meg is leptük vele a kapust amúgy, nem tudta volna fogni, hogyha egy picit lejjebb megy a laszti, akkor sem. Át nagyon messze volt tőle. Még itt is lehetett egy kis szerencsek, hogy befele üti a Henderson, de sajnos nem sikerült. Hát srácok, lányok, ennyi lett volna ez a mai kis challenge. A drága szerelemnek köszönöm szépen innen is még egyszer a közreműködést. A legsármosabbakkal is sikerült megcsinálni alapvetően a kihívást. A parfümshopnak köszönöm szépen, hogy a tematikus videó mögé álltak. Leírásban ott van a link, illetve a futparkos srácoknak a nyeremény játékát is megtaláltok a leírásban. Köszi skacok a figyelmet, hogyha szeretnék élőben követni ezeket a fifás adásokat, akkor azt a Facebookon megtaláltjátok. Ez is ott van a leírásban. A leírásban nagyon sok hasznos információ van amúgy, úgyhogy tessék csekkolni. Köszi a figyelmet, lehetek jók, és Boldog Mikulás még egyszer, mert szerintem videó még nem mondtam, kicsit elcsúszott, de Boldog Mikulás mindenkinek, de még rengetegszer találkozunk a decemberi időszakban. Lehetek jók, srácok, sziasztok! Sziasztok!